Álljunk meg egy pillanatra. A szervadományozás mindenkinek és mindenkiért fontos. Hiszen a szervátültetés életet ment, és az életmentő szervátültetések csak donor szervvel lehetségesek. A saját szerveink adományozásával kapcsolatos döntés először tájékozódást, majd mérlegelést és végül egy személyes döntést igényel. Szervet adományozhat élő donor, elsősorban veséd, amely főleg akkor merül fel, ha a potenciális donor ismeri a szervátültetésre szoruló beteget, hiszen családtagok és szoros érzelmi kapcsolat van közöttük. Sokkal nagyobb kihívást jelent, ha a szervadományozás lehetősége elhunyt esetén merül fel, hiszen ez a kérdés potenciálisan mindenkit érinthet, éppen ezért ma döntésre hívunk mindenkit. Az ön döntése is fontos. Egy elhunyt donor akár 6 ember életét is megmentheti, hiszen 2 vesét, májat, szívet, tüdőt és hasnyálmirigyet is lehet transzplantálni. Az elhunytból történő szervdonáció dobogó szívű agyhalottból történik, amikor az agy vérellátása súlyos agykárosodás következtében megszűnik, valamint oxigén és tápanyag hiányában az agy működése is teljesen és visszafordíthatatlanul megszűnik. Ennek következtében a spontán légzés is leáll, amely mesterséges lélegeztetéssel pótolható. A spontán légzés és az agytörzsi reflexek hiánya egyszerű és teljesen biztonságos vizsgálatokkal igazolható. Az agyhalálhoz vezető pusztító agykárosodás mindig hirtelen és nem várt módon következik be. Ilyenkor az első cél mindig a beteg életének megmentése, amely a legmagasabb szintű intenzív osztályos ellátást igényli, azonban agyhalál kialakulása esetén a halált meg kell állapítani. A szervdonáció kizárólag a halál megállapítása után egyértelmű orvosszakmai és jogi feltételek teljesülése esetén történik. Az elhunytból történő szervadományozás szabályozására Magyarországon is az Európában elterjedtebb feltételezett beleegyezés elvét alkalmazzák, amely esetben a jogalkotó helyesen abból indul ki, hogy az állampolgárok támogatják saját szerveik adományozását transzplantációs célokra haláluk esetén, de a szabad döntés kinyilvánítás érdekében ellenőrizhető és visszakereshető lehetőséget kell biztosítani a tiltakozás kinyilvánítására is. Ilyen esetben a tiltakozás módját és formai követelményeit is szabályozni kell, ilyen lehet a teljes bizonyító erejű magánokirat, vagy a szervdonációs tiltakozó regiszter működtetése. A feltételezett beleegyezés elve szerint írásos tiltakozás hiányában az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Minden jogszabályt és gyakorlatot alapvetően meghatároznak emberi értékeink és jellemzőink, amelynek fontos része az embertársaink felé irányuló segítségnyújtás és szolidaritás. Az önrendelkezéshez való alapjogunk miatt saját szerveink halálunk utáni sorsáról nekünk kell személyes döntést hoznunk. Más nem dönthet helyettünk, éppen ezért a szervadományozásról szóló döntés nem csupán egy lehetőség, hanem mindannyiunk egyéni, személyes felelőssége. A fentiekre tekintettel 2 dolgot kérek most mindenkitől. Hozzunk döntést saját szerveink halálunk utáni adományozásáról, és döntésünket osszuk meg családtagjainkkal. Az ön döntése is fontos. Beszéljünk a szervadományozásról.